Sziasztok, kedves barátaim! Szeretnék most egy nagyon érdekes témáról beszélni nektek. Hogyan legyünk az álmaink főnöke? Az álmaink olyan, mint egy számítógép, és hogyha tudjuk megfelelően kezelni ezt a számítógépet, akkor nagyon hasznos segítségünkre lesz az életben. Hogyha nem tudjuk megfelelően kezelni, akkor sok nehézséget és problémát tud okozni. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ne azonosítjuk magunkat az elménkkel, mert ez olyan, mint egy számítógép. Mi vagyunk ennek a számítógépnek a programozója, a használója, és nagyon fontos, hogy tudjuk megfelelően kezelni. Mivel nem vagyunk azonosak az elménkkel, meg tudjuk figyelni, hogy mi történik az elménkben. Milyen gondolatok vannak benne, milyen érzések, mit akarunk éppen csinálni, mert a gondolataink meghatározzák az érzéseinket. Hogy hogyan érezzük magunkat, az pedig meg fogja határozni, hogy hogyan fogunk cselekedni. Tehát, hogy ezért nagyon-nagyon fontos, ahogy gondolkodunk, az meghatározza az érzéseinket, ahogy érezzük magunkat, az meg fogja határozni, hogy hogyan fogunk cselekedni. A gondolkodási módunk befolyásolja a hangulatunkat és a cselekvésünket. És ezért nekünk meg kell tanulnunk megfelelően gondolkodni. Hogyan tudjuk ellenőrizni ezt? Mindannyian tudjuk azt, hogy hogyan érezzük magunkat. Megvizsgáltuk, mi okozza azt, hogy milyen hangulatban vagyunk. Például, amikor valaki depressziót tapasztal, letargiát, vagy valamilyen fóbiát, el kell gondolkodnunk azon, hogy éppen mi gondolkodunk most, mi határozza meg ezt a hangulatunkat. Mert sokszor abba vagyunk elmerülve, hogy a külső környezetünk határozza ezt meg. Hogyan viselkedtek velünk mások, éppen milyen idő van, jó idő van, rossz idő van, teljesültek-e a vágyaink. De igazából, hogyha jobban belemegyünk, akkor arra jutunk, hogy amin éppen gondolkodunk, az meghatározza, befolyásolja a hangulatunkat. Tehát ugyanúgy, amikor beírunk valamit a YouTube keresőbe, vagy a Google keresőbe, akkor a YouTube vagy a Google ki fog adni bizonyos találatokat. És ez azt határozza meg, hogy mit írtunk be. És hogyha nem tetszik az, ami a képernyőn van, akkor meg kell nézni, hogy mit írtunk be, és hogy akkor ki kell azt cserélni. És ez rajtunk függ. Hogyha jó dolgokat írunk be a keresőbe, akkor jó dolgokat fog kiadni, hogyha rossz dolgokat írunk be a keresőbe, akkor rossz dolgokat fog kiadni. Nem a keresőnek a hibája, hanem hogy mi mit írtunk bele. Ezért, hogyha az elménknek a főnöke szeretnénk lenni, akkor ezt nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosan irányítsuk a gondolkodásunkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Tegyetek lájkokat, és kérlek iratkozzatok fel a csatornánkra. Hare Krishna!